Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok, és mutatom, mivel készülünk a mai Cikádor magazinban. Mégis az államé lesz, a vízi közmű vagyom. Újabb adománygyűjtő akciót hirdetett a gondozási központ Bátaszéken. Készülnek az oktatási intézmények az új tanévre. Ismerkedés a tatamival, nyílt nap a karatésoknál. Bár minden lehetőséget feltérképezett Bátaszék önkormányzata, mégsem sikerült megteremteni a város számára a vízi közmű vagyont. Mint arról beszámoltunk, az energiaárak emelkedése után kiderült, olyan mértékű áremelést volt kénytelen bevezetni a szolgáltató, hogy ezt a tulajdonos önkormányzatok nem tudták kigazdálkodni. Így a vagyon és a szolgáltatás kötelezettsége az államra szállt. Augusztus elején rendkívüli önkormányzati ülésre került sor Bátaszéken, amikor is először szembesült a ténnyel a város vezetése, hogy a megnövekedett energiaárak miatt nagy valószínűséggel fel kell adniuk a vízi közmű vagyont. Az ülést követően Bozsolik Róbert ismertette a képviselőtestület egyhangú állásfoglalását. A hatályos vízi közmű törvény alapján, ha és amennyiben az ellátásra kötelezett, azaz az önkormányzat nem tudja a vízi közmű szolgáltatást bármilyen oknál fogva fenntartani, akkor önkéntesen és ingyenesen átadhatja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak, és átadhatja azt a tulajdon részét, amit a vízi közmű szolgáltató cégben tulajdonol. Ezáltal kvázi megszabadul az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat, és a magyar állam lesz köteles biztosítani adott településen a vízi közmű szolgáltatást. Hát nagyon nem szeretnénk mi Bátaszék város önkormányzata részéről azt a mintegy 2,5 milliárdos önkormányzati vagyont és a gazdasági társaságban lévő tulajdon részünket ingyenesen átadni, és gyakorlatilag teljes egészében kikerülni abból a döntési mechanizmusból, ami a vízi közmű rendszert illeti. Az eltelt időben a város folyamatosan kereste a megoldást, hogyan lehetne a vagyon megőrzése mellett a szolgáltatást a törvényeknek megfelelően tovább biztosítani, ám minden igyekezete hiába való volt. Körbejártuk a lehetőségeinket, hiszen a képviselőtestület néhány héttel ezelőtt a rendkívüli testületülésen úgy döntött, hogy nézzük meg, hogy esetlegesen tudunk-e egy szolgáltató váltással olyan helyzetet teremteni, hogy a vízi közmű vagyonunk megmaradhat, viszont továbbiakban is jó színvonalon tudják a vízi közmű rendszert működtetni. Környékbeli szolgáltatókkal felvettük a kapcsolatot, olyan gazdasági társasággal, ami állami tulajdonban van, olyan gazdasági társasággal, szolgáltatóval, aki önkormányzati tulajdonban van. Mindenhol azt a választ kaptuk, hogy jelen pillanatban nincs arra lehetőség, hogy átvegyenek új települést és vízi közmű szolgáltatást végezzenek. Így nem volt más választásunk a tegnapi rendkívüli képviselőtestület ülésen, mint meghozni azt a döntést, hogy az integrációs folyamat részeként Bátaszék város önkormányzata is önkéntesen és ingyenesen átadja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak. Ezzel megteremti annak a lehetőségét, hogy a vízi közmű szolgáltató a 22 évben keletkezett veszteségét állami kompenzáció címén megkaphassa. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a magyar állam bevásárolja magát majd az Erőv vízi közmű ZRT-be, és megindul az integrációs folyamat, ami eredményeként a vízi közmű vagyon átszáll majd a magyar államra. A szolgáltatást eddig ellátó Erőv munkájával Bátaszéken meg voltak elégedve. Nem véletlen tehát, hogy most már az a törekvés erősödött fel, hogy lehetőleg az együttműködés a továbbiakban is megmaradjon. Irányítható a mi részünkről, hogy az Erőv, mint vízi közmű szolgáltató továbbiakban is elláthatja Bátaszéken, illetve az ő működési területén azon az 51 településen a vízi közmű szolgáltatást, mint eddig. Erre vannak ígéretek, hogy a Nemzeti Vízi Közmű ZRT az gyakorlatilag az Erővet fogja kijelölni szolgáltatóként, és hát hosszú távon is abban bízunk, hogy az Erőv ezen a területen meg tud maradni vízi közmű szolgáltatóként. Ez fontos számunkra, mert így egy kicsit közvetlenebb kapcsolatot tudunk fenntartani továbbiakban is ezen a területen, és ami azért még ennél is fontosabb, hogy az a dolgozói kollektíva, aki az Erőbön belül végzi a munkáját, az megmaradhat, és ezek a munkahelyek gyakorlatilag továbbiakban is megmaradhatnak, és biztosítják a családok számára a megélhetést. Az látszik, mondja Bozsolik Róbert, hogy a települések kényszerpályára kerültek, és hasonló módon járnak majd el. A kis települések szinte már meghozták a döntésüket, majdnem mindegyik, legalábbis az az információ, hiszen számukra
még reménytelenebb volt a helyzet a nagyságrendjükből adódóan. Ugye Bátaszék is morfondírozott, hogy esetlegesen a 22 évre tervezett veszteséget, azt mondta, hogy 112 millió forintot valamilyen úton, módon próbálja előteremteni. Hát erre nincsenek meg a lehetőségek, nem csak azért, mert a költségvetésünk eléggé kielezett, hanem ugye augusztus 1-től új energiaellátási helyzet van, ami szintén hatalmas léket üt városunknak a költségvetésébe. Tehát ezek a feltételrendszerek miatt nem volt más választása Bátaszék városának sem. Azt gondolom, hogy ez a helyzet így kialakult, rajtunk kívülálló okok miatt nem volt más lehetőség, mint ezt a döntést meghozni. Konyhai eszközöket és iskola kezdés előtt új vagy használt, de jó állapotú tanszereket is gyűjt a Bátaszéki Gondozási Központ. Az akciónak köszönhetően számos család válláról tudták levenni a terhet, megkönnyítve a jelentős kiadással járó tanévkezdést. A szervezet augusztus 31-éig várja a felajánlásokat. A Bátaszéki Gondozási Központ újabb gyűjtési akciót hirdetett. A tanév közeletében nagyon sok családnak jelent nehézséget az iskolához szükséges papírírószerek megvásárlása, ezért minden olyan használt, de még jó állapotban lévő eszközöket elfogadnak, amiket aztán a rászoruló családok részére továbbítani tudnak. Itt mindenféle új vagy használt, de jó állapotú zsírkréta, körző, ceruza, füzet, iskolatáska, tiszta állapotban nyilván, úgyhogy ezeket is még várjuk sok szeretettel. Nagyon sok családnak tudnánk segíteni, tehát a mi látókörünkben Bátaszéken azért több tíz család van, akinek sajnos problémát jelent az, hogy mindegyik gyereküknek megfelelő mennyiségű és minőségű tanszereket vásároljanak, úgyhogy nagy segítség lenne számukra ez, hogy ilyen felajánlásokat kapnak. Megpróbálunk egységes csomagokat készíteni, meg hát igény szerint ugye vannak felsősök, vannak alsós gyerekek, és az szerint elkészíteni ezeket a csomagokat. A papírírószer gyűjtése párhuzamosan egy másik akció is folyamatban van, ami nagy sikernek örvend. Itt konyhai eszközöket és háztartási kellékeket lehet felajánlani a nehéz helyzetben lévő családok részére. Idén második alkalommal szeretnénk ezt megrendezni. Az első annyira sikeres volt, hogy ilyen fél óra alatt elvittek mindent, pedig aztán jó sok mindent sikerül gyűjtenünk. A második gyűjtésnek nem tudjuk még a pontos időtartama, vagy a pontos idejét, augusztus 31-ig gyűjtjük ezeket. Úgyhogy még várjuk ezeket a felajánlásokat hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, és pénteken pedig 2-ig. Tulajdonképpen bármi jöhet, tehát a befőttes üvegtől, a szitán keresztül, a szűrőig, kanalak, tányérok, edények. Az a lényeg, hogy tiszták és viszonylag azért jó állapotúak legyenek. A Covid időszak az elmúlt 2 év alatt nagyon nem tudtuk ugye mit csinálni, illetve hát számos korlát volt, ami miatt nem tudtunk mindenféle eseményünket megrendezni. És akkor találtuk ki, mert azért jött az ügyfeleinktől az igény, hogy hát nincsenek otthon ilyen felszereléseik, hogy akkor gyűjtsünk csetreseket. És mint mondtam, ennek nagyon nagy sikere volt már, úgyhogy már kérdezték, hogy mikor lesz a második, a harmadik, már a negyedik ilyen is, de hát meg kell válni nyilván, ameddig egy nagyobb mennyiség összejön, mert nagyon hamar elmennek ezek. A tanszereket és a konyhai eszközöket Bátaszéken a Budai utca 21-ben fogadja a gondozási központ hétköznapokon. Még néhány nap, és újra benépesülnek az iskolák, és kezdetét veszi a tanév. Az intézmények minden tőlük telhetőt elkövettek annak érdekében, hogy méltó színvonalon tudjanak oktatni, nevelni. A következőkben Bátaszék oktatási intézményeiben néztünk körül, és érdeklődtünk arról, ki hogyan várja az indulást. Még üresek a folyosók és a tantermek a II. Géza gimnáziumban Bátaszéken, de a pedagógusok már készülnek a szeptember 1-i tanévkezdésre.
Az idei évet két új osztályjal fogják indítani, egy 34 fős 7. és egy 27 fős 9. osztályjal, aminek örömmel adott hangot az iskola igazgatója, Sümegi József. Így már 270 körüli létszámmal bővült az iskola tanulóinak száma. Pedagógus ellátásban, tehát szakos ellátásban vannak még problémáink, itt még keresünk óraadókat, akikkel ezeket a hiányokat el tudjuk látni, de én úgy gondolom, hogy a tanév az indulni tud. Évnyitó lesz szeptember 1-e reggel 8 órakor az udvaron, és erre szeretettel várjuk a szülőket is. A tankönyvellátottság is biztosított a gimnázium tanulóinak. A gimnáziumokban is már az ingyenes tankönyvellátás szabályai vonatkoznak, tehát itt kapják a gyerekek a tankönyvet, lesz a két bejövő osztálynak lesz szecskatáborunk, ők akkor kapják meg a tankönyvet, a többiek pedig az első napon, szeptember 1-én, amikor jönnek az osztályfőnök vezetésével, tehát ez nagyon szervezett formában történik ezeknek a kiosztása. Minden év elején a becsengetést megelőzően az általános iskolákban folyik a tantermek díszítése. A Kanizsai Dodottyában is ez jelenti a munka dandárját. A nyár nem telt csendességgel, hiszen táboroknak adott otthont az intézmény, miközben folyamatosan azon voltak az építők, hogy mihamarabb végére érjenek az energetikai korszerűsítési munkálatoknak. Tavaly tavasszal kezdődött az iskolának egy hőszigetelős felújítása, amit talán most szeptember közepe vagy október közepe felé be is fejeződik, de C és a B épületünknek a hőszigetelése történt meg, úgyhogy reméljük, hogy így a termek még hűvösebbek lesznek az elkövetkező meleg időkben, és télen pedig melegebbek. Mint majd minden oktatási intézményben az országban, itt is az a kérdés, hogyan oldják majd meg a pedagógus hiányból adódó feladatokat. Mi 5 állást hirdettünk meg, amiből hát 4-et sikerült betölteni. Igazániból egy állásunk maradt úgy a levegőben, amit nekünk kell megoldani. Matek és fizika szakos tanár, ugye ez országosan nagy hiányt jelent. Hát most itt a berkeken belül fogjuk megoldani, nem egyszerű, nagy kihívást fog okozni, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Alsóban 11 osztályt indítunk, felsőben 10-et, úgyhogy igazániból ez jó, mert most elsőben is sikerült 3 osztályt indítanunk, ami nagyon nagy, májusban még itt próbálkoztunk, mert 2 osztályjal indítottunk volna 31 fős osztályokat, ami nagyon nagy probléma lett volna, és akkor végül is júniusban a tankerületre bólintott a 3 osztályunkra, és most már 21 főkkel működik, lesz majd minimum egy osztályunk elsőben. Mindez, mondja Bozsodikné Tóth Ildikó, nem jelenti, hogy nőne a gyerek létszám. A 60 körüli beiratkozó évek óta megjelenik. Sokkal nagyobb kihívás a felső tagozat, ahol 6. jelentős létszámcsökkenéssel kell számolni, hiszen sokan választják a 6-osztályos gimnáziumot. Most jelenleg maradt a 3 osztályunk, tehát most ez így jó lesz, mert van olyan osztályunk, ahol 16-17 fővel lesznek, ami szerintem egy pedagógusnak álom, a gyereknek is álom, és meglátjuk. Tehát jó, hogy így tudunk működni, és engedték. Azok a gyerekek, akik online időszakban tanultak meg írni, olvasni, számolni, azokon most is látszik az, hogy a pedagógus mindig ott kell a gyerekek mellett lenni, hiszen azt a szülő, a pedagógus, és minden gyermek ezt más. Tehát a kezelés nem mindegy, hogy hogyan kezeli a gyermek a szülőt, illetve a pedagógust. Minden esztendőben van valami, ami kihívást jelent. Eddig a Covid és a távoktatás gondja szakadt a pedagógusok nyakába, idén az energiaárak növekedésének hatása jelenik majd meg az oktatásban. Tapicskoljátok már! A körzeti óvodában is elkezdődött a nevelési évre való felkészülés. Azok, akik ebben az évben lépik át először az óvodakapuját, a beszoktatási időszak nehézségeivel küzdenek. Körülbelül ugyanannyi gyermeklétszámmal indulunk, mint amennyivel zártuk ezt a nevelési évet. 58 gyermekünk ment, vagy iratkozott be tavasszal valamelyik általános iskolába. Körülbelül ugyanennyi kisgyerekkel gyarapodott a létszámunk. Idén is 9 csoporttal fogunk elindulni. A csoportok létszáma az ilyen 22 és 25 között mozog. Hasonlóképpen a bölcsődei csoportunk is, vagy a bölcsődénk is 2 csoporttal fog indulni.
telített a létszámunk, de azért mindenkit fel tudunk venni, aki jelentkezik úgy a bölcsödébe, meg az óvodánkba is. Minden év elején át kell gondolni a terveinket, a feladatainkat, céljainkat. Úgy gondoljuk, hogy kiemelt feladatunk lesz a tanköteles gyerekeknek a fejlesztése, a velük való foglalkozás. Ezt tulajdonképpen törvény is írja elő, hogy azok a gyerekek, akik itt maradtak és nem mehettek iskolába, ővelük fokozottan kell foglalkozni. Nincs elvándorlás, kellő számú óvónő és dadus teljesít szolgálatot az intézményben, mondja Simon Csabáné. Valamennyi csoportban van Dajka, és három pedagógiai asszisztens is segíti a napi munkát. Nyílt napot tartottak a bátaszéki karatésoknál az óvodáskorú gyermekek számára. Jó közösségben, vetélkedőkkel és természetesen a karate alapjainak elsajátításával zajlott az egynapos napközis program. Fő cél az utánpótlás képzés és a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése volt. Játékos formában sajátítják el a kicsik a karate alapjait a bátaszéken megrendezett napközis karate nyílt napon. A szülők már reggel bevitték a sportcsarnokba a gyerekeket, akik aztán egy egész napon keresztül ismerkedhettek a hely atmoszférájával, illetve részt vehettek játékos feladatokban és sajátíthatták el a karate alapjait. Nagy Flóra már az óvodában is járt edzésekre, és szeptembertől az iskola mellett is folytatni szeretné a sportot. Én nagyon szeretek karatézni, meg a mai nap is nagyon jó volt, meg reggel is nagyon jó volt, meg a reggeli játék, meg most, amit játszunk, meg azt, amit délben is a pizzázóban ettünk, meg azt, amit délben is lefeküdtünk aludni, meg ennyi. Mert sokat játszunk, azokat nagyon szeretem, meg sokat melegítünk, meg nagyon szeretem őket. Nagy Ákos, a bátaszéki karate szakosztályvezetője azt mondja, ezek a nyílt napok nagyon jók arra is, hogy megerősítsék a közösségen belüli barátságokat a gyerekek körében. Bemutattuk nekik a délelőtt folyamán a sportcsarnokot, amikor majd jönnek az iskolából ide, akkor ne legyenek elvesztve ebbe a nagy intézménybe az öltözőket, hogy amikor bejön a csarnokba, akkor merre menjen, kit keressen, egyáltalán a küzdőtéren, hol fogunk majd elhelyezkedni, hogy lesznek az edzések, valami bepillantást adni egyáltalán a szokásrendszerből. Természetesen edzettünk is egyet délelőtt, egy ilyen ovikarate edzést lebonyolítottunk, amiben természetesen voltak képességfejlesztő feladatok, illetve tipikusan ovikarate és mozgásanyag. Aztán ebédeltünk, csendes pihenő volt, és a csendes pihenőt követően most megint egy társas játékot játszunk. Az ovi karatén hetente egyszer vettek részt, két foglalkozásunk volt, de olyan sok gyerek jelentkezett, hál' Istennek, hogy kénytelenek voltunk csoportot bontani annak érdekében, hogy nyilván egy életkoronkénti differenciálás is történjen, illetve ne legyünk olyan sokan az edzéseken, úgyhogy egy 30-35 gyerek jelentkezett, és akkor az év közben csütörtökön és pénteken két csoportra osztva tartottuk az edzéseiket. Itt a napközis táborra jelentkeztek középsős karatékák, illetve nagycsoportosok is. Nyilván a nagycsoportosok azok folytatják az ovi karate programot, akik pedig iskolások lesznek, hogyha minket választanak, természetesen azért nagy a kínálat a sportágak tekintetében Bátaszéken, hogyha minket választanak, akkor heti kétszer másfél órába, tehát elég nagy ugrás lesz nekik, de majd megpróbáljuk nekik úgy
beadagolni az edzésanyagot, meg a mozgásanyagot, hogy abban legyen játék és legyen karate alap is, és hetente kétszer, keddenként és csütörtökönként másfél órába fognak velünk karatézni a srácok. A nyílt napon a gyerekek megismerkedhettek a segédedzőkkel is, akikkel majd évközben fognak együtt dolgozni. Értelemszerűen több csoportot viszünk ugye Bátaszéken és Szekszádon, ezért én sem vagyok ott mindenhol, hogy Kaszásmalja és Romhányi Viddel fogjuk megoldani itt Bátaszéken ezt a fajta differenciálást, illetve hetente a két iskolás vagy kisiskolás karate edzésben egyen én is itt leszek, hogy meglegyen majd a kapcsolat a versenyzők és a kisiskolások között akkor, amikor majd átlépnek később az egyik csoportból a másikba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!